Márciusban megkezdik a környezetkímélő biológiai szúnyoggyérítést a Balatonnál. A térségben élő 24 szúnyogfajból körülbelül 7 faj az embert is támadó csípőszúnyog. Több olyan nyári szezon volt, amikor a szúnyog problémával gyakorlatilag szélmalomharcot vívtak a térségben élők és a vendégek. Az idegenforgalmi szezon szempontjából jelentős szúnyogfaj szaporodását lehet megfékezni a tervezett biológiai beavatkozással. Bár a korábbi hírek arról számoltak be, hogy az idén korábban, március 24-én kezdik meg a gyérítést, az eredeti tervektől el kell térni. Ez az úgynevezett megelőző gyérítés a késő tavaszi és a koranyári időszaknak a szúnyog ártalmát kívánnak meg előzni ezzel a védekezéssel. A maga a gyérítési módszer a Balatonnál ez már megszokott légibiológiai gyérítés fog következni. Körülbelül 1000 hektárt meghaladó mértékben. Ettől lényegesen nagyobb lárvatenyésző helyek vannak a Balaton partján, de az idei tél során a lehulló csapadék mennyiség az viszonylag kevés volt ahhoz, hogy feltöltse a teljes mennyiségű tenyésző helyeket, ezért csak egy ilyen mérsékelt mennyiséggel kell az idei évbe számolni. A szakértő azt mondja, a lakott területeken kívül folyik majd a gyérítés, így a lakosságnak nem kell tartani attól, hogy érintkezésbe kerülnek az amúgy környezetbarát szerrel. Folyadékformulációval kezdünk, tehát az első írtás az folyadék lesz, majd a későbbiekben annak megfelelően, hogy a növényzet milyen mértékben fejlődött, dönteni fogunk arról, hogy az új technológiával, a granulátumos technológiával is lehet-e védekezni, illetve szükséges-e védekezni. Az a szerencsés helyzet van a Balaton partján, hogy itt a több mint egy évtizede folyó biológiai védekezésnek a tapasztalatai alapján a kémiait jelentős mértékben lehetett csökkenteni. Ezáltal azt mondhatjuk, hogy itt már egy úgynevezett eurokonform irányba történik a szúnyoggyérítésnek az eltolódása a kémiai, a biológiai előtérbe helyezésével. Az idei enyhe tél nem tizedelte meg az áttelelő petéket, imágókat, a lápos, mocsaras területek kedvező körülményt biztosítanak a szúnyogok szaporodásához. Azt nem lehet tudni, hogy a nyári időszakban milyen mennyiségben találkozunk a kellemetlen rovarokkal, az azonban biztos, hogy a Balatonnál élők többsége örül a korai írtásnak. Szerintem jó dolog, hogy korábban kezdik. Igazából az ország más részeihez képest egyébként elég jó a helyzet itt a Balaton környéken. Én éltem fővárosban, éltem külföldön is, és ahhoz képest egyébként nagyon kevés szúnyog van, tehát én sokkal rosszabbra számítottam. A kisgyermekek egyik rémálma nyáron a szúnyog, aminek csípése elronthatja a nyaralás, kirándulás hangulatát. Ez a két gyermekes édesanyja is örül a márciusi írtásnak. Mindenképpen jó lesz, minden nyáron küzdünk ezzel, főleg ugye itt Balatonparton délután, ha már lejönnénk a partra, akkor hamar haza is zavarnak minket a szúnyogok, úgyhogy örülünk neki, hogyha ezt korábban megkezdik és hatékony is lesz esetleg. A meteorológiai előrejelzések nem kedveznek a védekezés március 24-i megkezdéséhez. Egy héttel biztosan később kezdődhet a Balatoni Szövetség megbízásából a biológiai írtás a régióban.